Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntöm Önöket. A TV Ajka híradóját látják június 18-án szerdán. Nézzük a legfontosabb híreket röviden. Bányás család. Felavatták DNS Attila alkotását a bányász telepen. Hosszabb határidővel lehet pályázni épületfelújításra. Múzeumok éjszakája. Péntek 12 óráig lehet jelentkezni. A bányász terepen avatták Feldiénes Attila legújabb köztéri alkotását, amely a bányász család címet viseli. Az ünnepség a bányász himnusszal kezdődött, amit a zöldiké Kovoda gyermekműsora követett. A megjelenteket elsőként Schwarz Béla polgármester köszöntötte, aki a bányászok hagyományos üdvözlésével jó szerencsét kívánva kezdte beszédét. Kitért arra, hogy 60 évvel ezelőtt, 1954-ben kezdődött a szobor környezetében a bányászlakások építése, ezután telt meg élettel, bányászokkal a városrész. A városvezetés szerette volna ezt a történelmi pillanatot, Ajka életének egyik legfontosabb történelmi részét megörökíteni, ezért felkérték D.N.S. Attila, munkácsi díjas szobrászművészt az alkotás elkészítésére. Ahogy a polgármester elmondta, nem a hagyományos bányász megformálására törekedtek, hanem a családi élet megjelenítését kérték a művésztől. Mi azt szerettük volna, ha a bányászatnak a családi része domborodjon ki, tehát a család szerepe kerüljön így megformálásra, hogy a bányászok otthon milyenek, hogy viselkednek, hogyan telik a termelésen kívüli életük. A szobor kompozícióban megjelenik a gyermek, az anya, de maga a férfi is, amit az alkotás anyaga a bronz képvisel, emelte ki Schwarzk Béla. Az anya, az asszony az összetartozást, a kisfiú pedig a jövőt jelképezi. Dorner László, a Városrész önkormányzati képviselője megköszönte az önkormányzat segítségét a szobor létrehozásában, majd a bányásztelepre elsőként beköltözők, az Antal és a Pavlek család, illetve óvodás gyermekek segítségével leleplezték Dénes Attila alkotását. Az önkormányzat a minimum négy lakásos társasházak energetikai korszerűsítését maximum 50 kal lakásonként 500 ezer forinttal támogatja. A helyi pályázati útmutató legújabb módosításairól Vencel Antal, az önkormányzat építési és városgazdálkodási irodájának vezetője elmondta. Az előzetesen jelzett igények alapján a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság a pályázat határidejét július 31-éig meghosszabbította. A nagyfokú érdeklődés, az árajánlatok beszerzése, az előkészítő munkák felmérések elvégzése tette szükségessé, hogy a meghirdetett pályázat határidejét kitolják. Ezen kívül egyértelművé tették a pályázati útmutató azon részeit is, amelyek félreérthetőek voltak, illetve a jelentkező igények alapján a módosításuk célszerű volt. Ilyen például, hogy a négy lakásos lakóépületeknek a jogszabály szerint nem kötelező társasházzá alakulniuk, támogatásra viszont csak társasházak pályázhatnak. A bonyodalmak elkerülése érdekében a pályázat úgy módosult, hogy azoknak a minimum négy és legfeljebb hat lakásos épületeknek a jelentkezését is elfogadják, amelyek még nem alakultak társasházzá, de vállalják a pályázatban, hogy 2014. december 31-éig megteszik ezt. Ha nem teljesítik a vállalást, elvesztik az időközben megítélt támogatást. A pályázat elkészítésével és lebonyolításával kapcsolatban maximum 10% költség számolható el úgy, hogy ennek együttes összege nem lehet több, mint a teljes kivitelezési költség 10%-a. Árajánlatokat a pályázatban nem kérnek előre. Az elszámolás az igényelt összeg mértékéig utólag történik, a pályázati pénz lehívásakor ténylegesen csatolt dokumentumok alapján. A módosított pályázat részleteiről az ajka.hu honlapon tájékozódhatnak az érdeklődők. Tart a szavazókörök felülvizsgálata az önkormányzati választásra, az esetlegesen megváltozott körülményekhez alkalmazkodva módosíthatják egyes szavazókörök határát. A jegyzőknek március 31-ig kellett kialakítaniuk az önkormányzati választásra a szavazóköri beosztást. A tízezernél nagyobb lélekszámú településeken az egyéni választókerületeket a törvény szerint úgy kell kialakítani, hogy összefüggő területet alkossanak, és a központi névjegyzék alapján választásra jogosultak száma megközelítően azonos legyen. A kialakításkor az egyéni választókerület választása jogosultjainak száma a településen egy egyéni választókerületre jutó választása jogosultak számtani átlagától, a település szerkezeti földrajzi és egyéb helyi sajátosságokra figyelemmel legfeljebb 15%-kal térhet el. A jegyzőknek emellett folyamatosan figyelemmel kell kísérniük a települési lakosság szám alakulását, és ha változást vagy jelentős eltérést tapasztalnak, az egyes szavazókörhöz tartozók száma átlépi az 1500-at, módosítaniuk kell a szavazókörök határát. A jegyzők a szavazókörű beosztás kialakításánál arról is határoznak, hogy melyik szavazókört jelölik ki a nemzetiségi választók szavazására. A törvény előírja, hogy a választás kitűzésétől a szavazás napjáig nem lehet szavazókör határát és sorszámát megváltoztatni. A jegyzők tehát egészen addig átalakíthatják a szavazóköri beosztást, amíg Áder János köztársasági elnök ki nem írja a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választását. Ha a köztársasági elnök az első lehetséges időpontra, október 5-ére írja ki a voksolást, akkor akár már június 27-én megszülethet a kitűzésről szóló határozat. A gyermekek szempontjából a nyár a nyári szünet a legveszélyesebb időszak. A felnőttekhez szólunk, az ő figyelmüket szeretnénk felhívni arra, hogy fokozottabban figyeljenek. Eddig az óvoda és az iskola viszonylag védett környezetet jelentett a gyermekek számára kötött szabályokkal és szakszerű felügyelettel. A nyári szület alatt azonban a szabályok és a korlátok is lazulnak, ami gyakran balesethez vezethet. A szülőknek most még jobban oda kell figyelniük, hogy megóvják gyermekeiket a rájuk leselkedő veszélyektől. A nyár legalapvetőbb veszélyei az erős napsütéssel és a nagy hőséggel függnek össze. Ha a hőség elől vízpartra, vagy akár csak az udvari medencéig menekülünk, ismét számos veszély leselkedik a gyermekre. Víz közelében a szülőknek folyamatosan ébernek kell lenniük. A közlekedés újabb kritikus pont, legyen szó akár autóról, bicikliről, rollerről. A jó idő beköszöntével egyre többen veszik elő kerékpárjukat, és választják munkába járáshoz, bevásárláshoz, hétvégi túrákra, vagy éppen a napközbeni közlekedéshez kedvenc két kerekülyüket. Sokan azonban nincsenek tisztában azzal, hogy a KRESZ részletesen szabályozza a kerékpáros közlekedést is. Másodszor szerveztek szabadtéri tornát a panel lakó civilek program keretében Bognár Adrián és Halász Dániel személyedzők segítségével. A napokban a csónakázótó parkjában több mint huszan gyűltek össze felnőttek és gyermekek egyaránt, hogy játékos testmozgáson vegyenek részt, illetve megismerkedjenek a bootcamp fitness irányzattal. A szabadtéri sportoláshoz az edzők ezúttal is zenét vittek, hogy még jobb hangulatot varázsoljanak. A közös torna felkeltette az emberek érdeklődését, és a közeli játszótérről is sokan csatlakoztak a csoporthoz. A múzeumok éjszakája keretében újra családi nap lesz a Bányászati Múzeumban a Parkerdőben június 21-én szombaton. A programok 17 órakor kezdődnek, amikor barangolások az ajkait körül címmel vetítéssel egybekötött előadások lesznek, érdekes kísérletekkel az ásványok és kőzetek csodálatos világáról. Fél héttől tárlatvezetések, valamint kincskereső játék vár mindenkit. Ezen kívül lesznek kézműves foglalkozások, ahol ékszer, üvegmécses és kincses láda készülhet, gyertyadíszítésben, illetve csigafestésben próbálhatják ki kreativitásukat a résztvevők. Este fél kilenctől csillagfényes koncert vár mindenkit, a somvirágok együttessel. A rendezvényre külön busz indul a parkerdőbe, a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidő Központ előtti parkolóból, szombaton 16 óra 30 perckor. A szervezők kérik, hogy június 20-a péntek 12 óráig jelezzék részvételi szándékukat a Városi Könyvtárban, vagy a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont információs központjában személyesen. Jelentkezni lehet továbbá az Ajka Könyvtár kukac, illetve az infokukac e-mail címeken. A programok ingyenesek, minden érdeklődőt szeretettel várnak. Franz József Viziós Steiermarki festőművész kiállítás megnyitója június 20-án 5 órakor lesz a Szabadidőközpont kiállító termében. A szervezők mindenkit szeretettel várnak. Ennyi fért mai híradónkba, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, pénteken 7 órakor ismét várjuk Önöket a képernyők elé, legfrissebb híreinket az ajka.ma weboldalon olvashatják. Következzen az időjárás jelentés viszontlátásra! Csütörtökön alapvetően napos, kellemes nyári időre van kilátás, egy-egy zápor, esetleg gyenge zivatar csupán a délkeleti határ mentén alakulhat ki. A friss hajnalt követően a legtöbb helyen 25 és 28 fok közé melegszik délutánra a levegő. Pénteken északnyugat felől megerősödő szél kíséretében hideg front érkezése valószínű. A front vonulását legfeljebb elszoktan kísérheti zápor, északkeleten és délnyugaton egy-egy zivatar.